A liszthez hozzáadjuk a margarint, a tojássárgákat, az élesztőt, a cukrot, a tejfölt és egy csipet sót, majd elkezdjük összedolgozni. Közben, ahogy szükséges, adagoljuk hozzá a tejet. Letakarva, hűtőben pihentetjük fél órát. Eközben elkészítjük a tölteléket. Ehhez gőz fölött felverjük a tojásfehérjéket a porcukorral. Ezután beleforgatjuk a kókuszreszeléket. A tésztát két egyenlő részre osztjuk. Lisztezett felületen kisodorjuk, majd megkenjük a massza felével, és egyenletesen elterítjük rajta. Óvatosan feltekerjük, majd újnyi vastag szeletekre vágjuk, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Száz 60 fokon 15-20 perc alatt megsütjük.